Üdvözöllek! A vírusok, illetve az egyéb rossz indulatú programok számának, illetve a típusai számának növekedésével a különféle vírusírtóknak, illetve a komplexebb vírus, illetve biztonsági megoldásoknak is egyre inkább összetettebbnek kell lenniük, illetve egyre többféle módon kell védelmet biztosítaniuk, valamint a számítógépünkre kerülő különféle fájlokat, meg egyéb dolgokat egyre komplexebb módon kell vizsgálniuk. Ennek az a következménye, hogy egyre több téves vírusriasztást kapunk, valamint a másik probléma, hogy elég gyakori az, hogy a víruskeresők nem adnak egyértelmű visszajelzést arról, hogy most konkrétan egy ténylegesen egy komoly veszélyt jelentő vírusról, vagy egyéb kártevőről van szó, vagy pedig egy olyan dologról, ami hát nem feltétlenül jelent veszélyt a számítógépünkre, de azért mégiscsak olyan dolog, ami okozhat problémákat. Annak az eldöntése, hogy egy vírusjelzés téves vírusjelzés, vagy hogy mennyire jelent súlyos fenyegetést a számítógépünkre, az nem mindig egyértelmű még a felkészültebb informatikusok számára sem. Egy átlag felhasználó számára meg aztán még inkább nem egyértelmű. Ezért ebben a videóban néhány dolgot megnéznénk, ami annak az eldöntéséhez ad segítséget, hogy azonosítani tudjuk a téves vírusjelzéseket, illetve a vírusjelzéseknek a, hát mondjuk úgy, hogy komolyságát, súlyosságát is a lehető legjobban tudjuk azonosítani. Amikor kapunk egy vírusjelzést, akkor a víruskereső általában kiírja, hogy az adott fájl vagy bármi más milyen módon jelent problémát. Ebben benne szokott lenni a konkrét vírus vagy egyéb kártevő neve is, akkor, hogyha egyértelműen tudja azonosítani. De találkozni olyan esettel, most itt van egy ilyen, amikor egy olyan fájlban talál valamilyen problémát az adott víruskereső, ami egyébként abszolút rendben van, tehát semmiféle vírust vagy egyéb kártevőt nem tartalmaz. Itt például egy játékról van szó ezen a képen, és az AVG víruskeresőről, amely problémásnak talált egy játék indító exét. Abban az esetben, hogyha az adott számítógép egyébként abszolút vírusmentesnek tűnik, tehát semmilyen más programmal, fájlokkal nincsen probléma, nem jelzett problémát, akkor ez valószínűsíthető, hogy egy téves vírus találat. Ugyanakkor hát látható, hogy ez sem nagyon segíti a felhasználót. Látható piros szín, meg itt írja, hogy vírus talált. Hát igen, ebben az esetben itt a Protectimit szokás kiválasztani, vagyis hogy védje meg a számítógépünket. De ettől a kérdéses program jelen esetben egy játék nyilván használhatatlanná válik, ami ezért eléggé kellemetlen, különösen abban az esetben, hogyha egyébként ez egy teljesen vírusmentes dolog, jelen esetben egy játék, egy exe fájl. És valószínűleg a nagy többség a Protect Me lehetőséget választaná ki. Itt van alatta egyébként, hogy hagyja figyelmen kívül, ebben az esetben nem nyúl hozzá a kérdéses fájlhoz. De hát ugye nyilván, aki nem tudja eldönteni, hogy most akkor ezt egy tényleg valós vírusjelzés vagy sem, az nyilván nem fogja kiválasztani azt, hogy hagyja figyelmen kívül a vírusjelzést az adott vírusírtó. Ugyanakkor, hogyha ezt jobban megnézzük, akkor látható, hogy tulajdonképpen nem is igazán ismerte fel, hogy milyen vírusról vagy egyéb kártevőről van szó. Annyi van itt, hogy Win32 per Heur. Ez nem egy konkrét vírust jelent, hanem egy vizsgálati módszert, amely szerint problémásnak ítélte meg az adott fájlt ez a víruskereső. Általában, amikor téves vírusjelzésről van szó, akkor nem nagyon szokták felismerni a vírusírtók, hogy milyen konkrét vírus vagy egyéb kártevő van az adott fájlban, hanem egy ilyen, hát mondjuk, hogy egy általános megnevezéssel találkozhatunk. Ilyenből van persze csomóféle, például itt van egy, vagy itt van még egy, vagy még egy. Ezek tipikusan arra utalnak, hogy valamilyen vírus kártevőszerű dolgot talált az adott fájlban a vírusírtó, vagy valamilyen vizsgálati módszer szerint problémásnak ítélte meg, például viselkedés alapú vizsgálat szerint. Vagyis az adott Excel fájl, vagy akármi esetén az adott víruskereső úgy ítélte meg, hogy úgy viselkedik, mint valamilyen kártevő. Ez persze nem feltétlen van így, az is elképzelhető, hogy teljesen elnézte a dolgot az adott vírusírtó, és semmiféle probléma nincs az adott fájllal, hanem például belekerült az adott vírusírtó frissítésébe valami olyan, ami miatt aztán nem tökéletesen működik. Ezt persze javítani szokták. Szóval a lényeg az, hogy
Hát látható jelen esetben is nem igazán ismerte fel, hogy ez konkrétan vírusos lenne, vagy egyéb kártevővel fertőzött. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát nyilvánvalóan az egyik lehetőségünk az az, hogy egy másik vírusírtót is bevetünk, megvizsgáltatjuk egy másik vírusírtóval is. Csak ugye egyszerre több vírusírtó a háttérben nem nagyon célszerű, hogy működjön. Vannak kivételek, de az ilyen hagyományos vírusírtók, mint például az AVG, vagy például az AVASZ, vagy az ingyenesek közül nem nagyon tudnak egyszerre működni a legtöbb esetben, illetve sokszor nem is engedik, hogy feltelepítsük, miközben már van egy vírusírtó a számítógépünkön. Meg lehet oldani egyébként, hogy egyszerre használjunk két ilyen komplexebb víruskeresőt, úgy, hogyha az egyik az állandóan ki van kapcsolva, tehát az állandó védelem az ki van kapcsolva, míg a másik vírusírtó esetében pedig az állandó védelem engedélyező van. De ez még így is jelenthet problémákat, ezért ezt csak azoknak javasolnám, akik egészen biztosak abban, hogy mit csinálnak, illetve hogyha netán problémás lenne a számítógép működése, akkor vissza tudják állítani az előző állapotot, tehát amikor még csak egy vírusírtó volt az adott számítógépen. Viszont vannak olyan vírusírtók, amelyek képesek egymás mellett működni, illetve vannak olyanok is, amiket nem kell telepíteni, hanem anélkül is tudjuk őket használni. A videó tanfolyamon a blogba elvándorolva, amúgy én most ott is voltam, itt van egy írás arról, többek között, itt van, erről lenne szó, teljes biztonsági megoldás, vírusok és minden egyéb ellen. Tipikusan itt a rossz indulatú programok ellen, ezeket be lehet vetni egy hagyományos víruskereső mellett is. Illetve itt a víruskeresők eseti víruskereséshez ezeket is szintén meg lehet próbálni. Ezek tipikusan mindegyike használható állandó vírusvédelem mellett is. Hát ezekkel meg tudjuk még vizsgálni a kérdéses fájlt vagy fájlokat. Szerencsére arra is van lehetőségünk, hogyha nem nagy mennyiségű fájlról van szó, akkor megvizsgáltassuk egy tonnányi víruskeresővel, az ebben a részben van. Megnyitom. Ide fel kell tölteni a kérdéses fájlt, akár úgy, hogy ide a válasz egy fájlt gombra kattintunk, és akkor találjuk a kérdéses fájlt, vagy pedig valamilyen fájlkezelőből áhúzzuk ide. Ide a beviteli mezőbe, látható, és akkor felengedjük a balegér gombot. Rányomunk arra, hogy ellenőrizd. Ilyenkor előfordulhat, hogy egy korábbi ellenőrzés eredményét meg tudjuk nézni, látható itt van 2016. 9-9-én, mivel ma 10-e van, ezért ez még megfelelő, utolsó elemzés megtekintése, de amúgy újra is lehet elemeztetni vele, hogyha nagyon régi lenne az utolsó ellenőrzés ideje, és látható, hogy észlelési arány 3/56, azaz 56 vírusírtóból 3 talált a problémásnak. Ilyenkor célszerű megvizsgálni, hogy milyen víruskeresőkről van szó, mennyire ismertek, illetve megbízhatóak. Hát látható például az AVG, vagy például az Avast is itt van, Komodo is egy ismertebb, vagy az F-Secure is, meg hát itt vannak még az ismertebbek. Malwarebytes, meg még jó néhány, egyik sem találta problémásnak. Szóval ez a fájl, ez problémamentes, attól függetlenül, hogy itt van 3 találat, ez mindenképpen vírusmentesnek, illetve egyéb kártékony programmentesnek tekinthető. Egyébként az, hogy egy vírusírtó mennyire megbízható, azt meg tudjuk nézni például a zavtest.org-on. Itt vannak az otthoni felhasználóknak szóló vírusírtók, és itt van a lista. Hát ezek közül valószínűleg a nagyon nagy része megtalálható itt a találatok között. Itt van ugye a Protection, hogy hány pontot kapott, teljesítmény és a használhatóság. Hát nyilván a Protection rész az, ami talán a legfontosabb. Amúgy ezeket meg tudjuk nézni egyesével, hogyha kattintunk rá, és akkor láthatjuk, hogy az AVG 100%-os arányjal felismerte az úgynevezett nulla napos vírusokat, illetve egyéb kártékony dolgokat. Ez nagyon fontos, hiszen naponta jelennek meg új vírusok, ezért fontos, hogy a még nem felismert vírusokat is tudja blokkolni. Egyébként a legtöbb probléma ebből is fakad a téves vírusjelzések során, de ettől függetlenül erre a módszerre mindenképpen szükség van. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb módszer az az, hogy megvizsgáltassuk többféle víruskeresővel. Ami probléma lehet, hogyha a számítógépünkre telepített víruskereső észleli, hogy valamiért problémásnak érzi a kérdéses fájlt vagy fájlokat, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni feltölteni ide, mert blokkolni fogja a feltöltést is. Hát ilyenkor azt lehet tenni, hogy kikapcsoljuk ideiglenesen a víruskeresőt, de ezt csak akkor javasolnám, hogy 100%-ig biztos vagy abban, amit csinálsz.
Hogyha nem, akkor inkább fogadd el, hogy vírusosnak jelezte, és valakit kéri meg, hogy segítsen ennek az eldöntésében. Vagy a másik lehetőség, hogy itt egy internetes URL-ből, egy linkből is lehet a vizsgálatot kezdeményezni. Itt megadjuk, hogy hol van az adott fájl, és akkor az ellenőrizre kell kattintani. Amúgy itt a dokumentációban le tudunk tölteni egy apró programot, itt a Desktop Applications-ben. Itt van ez a link, és van nekik egy ilyen uploader, amit hogyha feltelepítünk, akkor jobb egérrel kattintva az adott fájlon fel tudjuk ide tölteni, és akkor nem kell minden egyes alkalommal elvándorolni egy böngészőbe, és megnyitni a weboldalt. Szóval a lényeg az, hogy itt megvizsgáltatjuk, és azt látjuk, hogy nagyon minimális számban találták vírusosnak az egyes vírusírtók, illetve ráadásul nem is túl ismertek ezek, mint az látható jelen esetben is, akkor feltételezhetjük, hogy ez nem egy valódi vírus találat, hanem egy téves vírus találat, illetve hogy arról is volt szó, hogy amikor nem ismeri fel konkrét névvel, hanem ilyesmi kulcsszavakkal találkozunk, akkor szintén megvan az esélye, hogy ez egy téves vírusjelzés, de hozzátenném mindenképpen azt, hogy ez nem jelenti azt, hogy ez egy téves vírusjelzés. Az is elképzelhető, hogy valóban talált valami problémát, csak hogy ez még egy nem felismert vírus, hanem egy új vírus, de a viselkedése, illetve különféle tulajdonságai alapján sikeresen tudta azonosítani. Az ilyen vírusokat nevezzük nullnapos vírusnak. Ezek az új vírusok, illetve egyéb kártevők, amelyeket a vírusírtók még nem ismertek fel, illetve a vírusírtók gyártói nem azonosítottak be, és tették elérhetővé az adott vírusírtóban. De ettől függetlenül, amikor ezzel találkozunk, akkor feltételezhetjük azt is, hogy egy téves vírusjelzésről van szó. Hát ilyenkor pedig meg lehet vizsgáltatni többféle vírusírtóval. Az sem elhanyagolható természetesen, hogy honnan származik az adott fájl, vannak megbízható weboldalak, például hogyha a videotanfolyam.hu-ról töltesz le valamit, akkor azért feltételezhető, hogy nem vírusos fájlt kapsz, viszont 100%-ban megbízni egyetlen weboldalban sem lehet, hiszen előfordulhat, hogy az adott weboldal illetéktelenek kezébe jut, és különféle kártevőket helyeznek el az adott weboldalon, vagy a weboldalról letölthető fájlokban. Viszont ez mindenképpen jelzésértékű, hogy milyen weboldalról töltöd le az adott fájlt, vagy éppen programot. Ami még fontos, hogy a vírusok mellett a különféle, hát ilyen reklám jellegű programokat is elég gyakran problémásnak jelölik meg az egyes vírusírtók. Ráadásul sokszor nem is nagyon tesznek különbséget a riasztásnál, hogy ez mennyire súlyos vagy nem súlyos. Itt van például egy minta, hát látod, ez Setup Excel, vagyis egy programnak a telepítője. Tipikusan ilyen az ingyenes programok esetén szokott előfordulni, hogy valamilyen extra programot, vagy valamilyen reklámot tesznek az adott programba. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy ez rossz indulatú program, hanem lehet egyszerűen a program fejlesztőinek valamilyen bevételszerzési lehetőség, hogy egy másik programot reklámoznak, egészen konkrétan elhelyeznek az adott ingyenes program telepítőjében. Ezzel a probléma az szokott lenni, hogy elég sokan nem nagyon nézik a telepítést végig, hanem csak végignyomkodják, hogy next, next, tehát hogy következő, következő. Így aztán felkúszik a számítógépükre valamilyen nem kívánt program, vagy valamilyen böngésző kiegészítő, vagy éppen megváltozik a böngésző beállítása. De például itt is látható írja is, hogy ez nem egy vírus, hanem egy reklámprogram. Ilyenekre is szoktak jelezni elég gyakran a vírusírtak, hát mint ahogy ez látható is egyébként, nem mindegyik, de elég gyakori. Látható jelen esetben szinte az összes népszerű, széles körben használt vírusírtó problémásnak jelölte meg az adott program telepítőjét. Ilyen is előfordul. Ezekkel nem minden esetben van probléma, az esetek nagyon nagy részében a telepítés során kérhető, hogy semmiféle extra ne kerüljön telepítésre, valamint ne változzanak meg a böngésző beállításai. Itt elvileg van még egy ilyen. Igen, itt a legelső lett volna. Látható, van ez a PUA, meg van ez a PUP. Ezeknek a jelentése az, hogy potenciálisan kéretlen program, vagy potenciálisan kéretlen alkalmazás. Tehát, hogy valami olyasmit szeretne telepíteni az adott program, elhelyezni a számítógépünkön, amit mi nem feltétlenül szeretnénk, de mondom, a legtöbb esetben ezt nem muszáj nekünk kérni,
Ezt ki lehet hagyni a telepítés során, csak az a baj, hogy sokan tényleg csak végig klikkelgetik, vagy a manapság divatos, egyszerűsített telepítést választják, és akkor valóban például az Open Candy nevezetű reklám megoldás is telepítésre kerül az adott számítógépre, illetve általa valamilyen kiegészítő program. Hát igen, erre is szeretnek ugrani a különféle vírusírtók, mint az látható. De mondom, ezek nem feltétlen vírust jelentenek, de mindenféleképpen kellő körültekintéssel kell eljárni az ilyen programok esetén, illetve a telepítés során figyelmet kell erre fordítani. Meg itt van egyébként néhány példa, amiket nem néztünk meg. Hát látható itt is, itt van egy ilyen, hogy Malwaregen. Ez is egy téves vírus találat egyébként. Ismeretlen exe, ez egy általam készített exe file. Ez garantáltan nem vírusos, illetve semmiféle rossz indulatú dolog nincsen benne, mégis ez a nem tudom milyen víruskereső felismerte, hogy valami nem stimmel vele. De ez persze nem igaz. Aztán itt van még egy másik példa. Az egyik vírusírt ezt is problémásnak találta valamiért érthetetlen okból. Aztán itt van még egy példa, ez is problémás valamiért. Tehát látható, hogy azért ilyenekkel találkozhatunk, amikor különféle programokat letöltünk és telepítünk, vagy használatba veszünk. Ami még fontos az az, hogy mi az, ami a riasztást kiváltotta, hogyha általunk egy ismert dolog, tehát felismerjük konkrétan, hogy miről van szó, mint például itt is látható, egy játékindító exe-fájja, akkor az elég erős jelzés lehet arra, hogy ez nem egy valódi vírus találat, hanem csak egy téves találat. Nyilván persze könnyen meg lehet az, hogy egy vírus végigfertőzi a teljes számítógépünk tartalmát, de hogyha sem előtte, sem utána nem kapunk semmiféle vírusjelzést, akkor ez könnyen meg lehet, hogy egyáltalán nem vírus, főleg mert ez egy megbízható helyről származik. Persze, mint mondtam, megbízható helyek esetén is előfordulhat, hogy rossz indulatú kód kerül elhelyezésre valamilyen módon mégiscsak, de amiket itt most megnéztünk, ez mindegyik egy-egy jelzés arra, hogy téves vírus találatról lehet szó, ezért további vizsgálatot igényel. Szóval amiket így végignéztünk, mindent figyelembe véve nagyon nagy eséllyel eldöntheti, hogy valódi vírus jelzésről van szó vagy sem, de a legjobb tanács valószínűleg az, hogy aki bizonytalan ennek az eldöntésében, az inkább kérje valaki olyannak a tanácsát, aki nagyobb bizonyossággal el tudja dönteni, hogy az adott fájl vírusos-e vagy sem, mert a legtöbb esetben sokkal kisebb kárt tud az okozni, hogyha egy egyébként nem problémás fájlt blokkoltatunk, vagy töröltetünk, illetve konkrétan helyeztetünk karanténba az adott víruskeresővel, mint az, hogyha tényleges problémáról van szó, és figyelmen kívül hagyjuk a vírusjelzést, mert ebben az esetben a számítógépünkön lévő összes programot, fájlokat tönkre teheti, illetve hát ugye nyilván akár a jelszavainkat ellophatja, vagy éppen a banki adatainkhoz hozzájuthat az adott kártékony program.